Az Úr odarendelt egy nagy halat, hogy nyelje el Jónást. Jónás három nap és három éjjel a hallgyomrában volt. A halgyomrában Jónás így imádkozott az Úrhoz. Szorongatta az Úrhoz folyamattam, és ő meghallgatott. Az alvilággyomrából kiáltottam, és ő meghallotta hangomat. A mélybe vetettél, a tenger mélyére, körülvett az áradat, örvényeid és hullámaid összecsaptak fölöttem. Így szóltam. Bezároltattál, uram, engem. Sarakaljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vak odva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketesség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl. Látlak, Isten! Rejteztem én is előled, hiába. Utána jöttél tengerviharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted de mennél csúfa mélybe hull le szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, és ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem.